Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 226-os énekének első verszakával kezdjük. Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, szentmisénk kezdetén, alexandriai Szent Katalin szűz- és vértanú emléknapján. Köszöntöm jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol TV kedves nézőit, és természetesen Katalin testvéreinket, akik ma névnapjukat ünneplik, és tisztelik a hősi 4. századi vértanú szentet, aki az egyház igazságáért, ügyért életét adta. A mai napon immár a novemberi szentmise sorozatunk 25. alkalmát ajánljuk föl. Elhunyt szeretteinkért, halottainkért, kiknek neveit ide helyeztük az oltárra, és emléküket szívünkben imádsággal őrizzük, és így ápoljuk velük az élő szeretet közösségünket egymásért imádkozva. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására a hitben és az álhatatosságban megerősödjünk, és az egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány a Makkabeusok első könyvéből. Amikor Antiochusz király a keleti országokat járta, hallotta, hogy az akkor perzsa uralom alatt álló Elámban van egy ezüstben, aranyban bővelkedő város. Temploma is nagyon gazdag. Ebben őrzik azokat az aranypáncélokat, vérteket és pajzsokat is, amelyeket annak idején Nagy Sándor ott hagyott. Elindult tehát, hogy kifossza ezt a várost, de nem bírt vele. A város lakói ugyanis előre értesültek tervéről, és felvették vele a harcot, úgyhogy menekülni volt kénytelen. Nagy szomorúságában visszatért Babilonba. Akkor tájt valaki azt a hírt hozta neki, hogy a Júdeába küldött seregei megfutamodtak. Alvezére Líziász is, aki hatalmas sereg élén a választott nép ellen vonult, szintén menekülni kényszerült. A választott nép fiai ugyanis megerősödtek abból a sok fegyverből és gazdag zsákmányból, amelyet a megvert seregektől vettek el. Azt a hatalmas bálványt pedig, melyet a jeruzsálemi templom oltárán ő emeltetett, lerombolták. Sőt, még magas falakkal is körülvették a szent helyet, miként azelőtt is volt. Ugyanígy vették körül az ő városát, Bécurát is. Amikor a király elől éltesült, megrendült és nagy haragra gerjedt. Ágynak dőlt és beteggé lett, mert nem az történt, amit ő akart. Hosszú ideig beteg ágyában maradt, és folyton megújuló siránkozással azt hajtogatta, hogy meg kell halnia. Hívatta barátait, és így szólt hozzájuk. Szememre nem jön álom, a bánat szinte elemészti szívemet. Azon töpröngek egyre, milyen nyomorult vagyok, s a bánat tengerében milyen mélyre merülök. Pedig sokaknak voltam kedves, és mint uralkodót szerettek is. De most eszembe jutnak gonosz tetteim, amelyeket Jeruzsálemben végbe viszem. Elhurcoltam onnan minden arany és ezüstedényt, s a Judeából ok nélkül ki akartam írtani minden embert. Tudom, hogy ezért zúdulnak rám a nagy bajok, s nagy bánatomra most idegenben kell elpusztulnom. Ez az Isten igéje. Halálom, és az evangéliumban felajánlotta az örök életet. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan, a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle, Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony, hisz mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik.
A világ fiai nősülnek és férhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba, és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek és nem is mennek férhez, hiszen már meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Erre néhány írástudó megjegyezte: Mester, helyesen válaszoltál. Nem ismertek többé tőle semmit sem kérdezni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Jézus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban vértanú szüzet ünnepelünk a mai napon. Aki a krisztusi hitért, melynek alapja a feltámadásnak a hite, és az ő közösségért az életét adta. Maxentius üldözései alatt a napunk szentje, alexandriai Szent Katalin, a császárnak szemrehányást tett a kegyetlenségei miatt, és ezért a császár, Katalin legendás életrajza szerint, 50 filozófust rendelt ellene, de ezek nem tudták meggyőzni. Sőt, maguk is megtértek, krisztusi hitre jutottak, és ezért megégették őket. A császár Katalint kerékbe törette, és amikor a kerék összetört, Katalint lefejezték. Sírja a Sínai hegyen épült Szent Katalin kolostorban van, és ahogyan a kivégzési eszközöket mellé teszik, illetve az elítélésének okát, kerékkel, karddal, illetve könyvvel ábrázolják, hiszen a bölcsességnek is mestere volt, éppen ezért a bölcseleti fakultások, diákok, a prédikátorok és a molnárok védőszentje is. Mindez a szent hagyomány az ő vértanúságáról szóló legendával függ össze. Mindig feltesszük a kérdést, hogy mi ad erőt egy vértanúnak, hogy bátran vállalja a halált valami magasabb rendű értékért, hogy ezt a földi életet elhagyja, azért, mert tudja, hogy van ennél egy magasabb rendű és még tökéletesebb és végtelen élet. Ez a hit valóban erőt ad a vértanúknak, ahogyan az elmúlt napokban végig kísértük a makkabeusi kor hőseinek is a bátorságát, akik szembeszegültek a gonosz Antiochus Epiphanes törekvéseivel, akiről ma is megemlékezett az első olvasmány, aki sok rosszat és kárt okozott a választott népnek, de a hitükhöz hűek inkább adták az életüket, mint hogy megszegjék a törvényt, mint hogy engedelmeskedjenek a pogány törekvéseknek, és ezáltal az Urat megtagadják, aki népét az üdvösségre hívta meg. Kezdettől fogva, már Ábrahám meghívásával kezdve, hiszen azt az ígéretet kapta az ősatya Ábrahám,
hogy benned nyer áldást a föld minden nemzete. És így a Krisztus előtti második században nem csak a törvényért haltak meg az Ószövetség vértanúi, hanem a feltámadásba vetett hit miatt is. Mert, mint ahogyan a híres Makkabeus Júdás áldozatot mutatott be az elesett hősökért, már ezzel is jelezte, hogy a halottakért kell imádkozni, mert ők élnek. Ahogy az Úr Jézus most a lelkünkre kötötte, az Isten nem a holtaké, hanem az élőké. Ezt tesszük most is, és ma is csodáljuk a vértanúk bátorságát, most egy keresztény vértanúban, Szent Katalinban, aki ugyancsak a feltámadás hitéért tudta vállalni erővel és bátorsággal a kegyetlen kínzásokat és a kivégzést. Az Úr Jézus a vitás kérdésekben két vezető vallási párt nézeteltéréseiben határozott választ ad a feltámadásra, az örök életre vonatkozóan, mert a szadduceusok pártja elutasította ezeket a szellemi dolgokat, a szellemi teremtményeket, a lélek létét és halhatatlanságát, és Jézus bizonságot tesz már tanításában is arról, hogy Isten az élőké, nem a holtaké. És az a fogós kérdés, amit a hét testvér és a házasságuk kapcsán föltesznek Jézusnak, ez egyszerű választ von maga után, mert az Úr Jézus elmondja, hogy a természet feletti és örök életben, amikor már romolhatatlan testben feltámadunk, akkor már az emberek nem nősülnek, nem mennek férhez, hanem Isten angyalaiként élnek Isten dicsőségében. Mert hiszen, ha magyarázatot keresünk arról, hogy ez miért lehet majd így, akkor tudjuk, hogy egyrészt a szeretet gyümölcseit már nem gyarapítja újabb életekkel az Úr, ahogy itt a Földön az gyermek áldásban és az ember és az emberi nem fennmaradásában szükség van a szent házasságra, és ugyanakkor a szeretetnek sem kellenek már bizonyító jelek, amit a testünkben tudunk felmutatni egymás számára, mert nyilvánvalóvá lesz mindenkinek a szeretete a másik iránt, bizonyító jelek nélkül is, és bizonyára így gondolunk a romolhatatlan test állapotára, és próbáljuk így megérteni Jézus tanítását, amit most hallottunk. És mindez a feltámadáshoz kötődik, mely az Úr legnagyobb ajándéka számunkra. Szent Katalin szűz és vértanú emléknapján erősödjünk meg mi is a feltámadás, a romolhatatlan örök élet hitében, és próbáljuk alárendelni ezt a mulandó földi életet, mindannak, ami örök, és mindannak, ami majd az Isten színelátásában eltölt bennünket. És így merítsünk erőt a hitből, bátorságot, hogy korunk téves, bűnös ideológiái ellen is életünk jó példájával tudjunk küzdeni. Amen. Kérjük testvéreim, Isten teremtetlen bölcsességét, a világ világosságát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy az evangélium igazságát mutassa meg azoknak is, akik nem ismerték fel eddig a kinyilatkoztatásban megnyilatkozó isteni bölcsességet.
Adj, Urunk, igazi tudást azoknak, akik másokat tanítanak, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére. Kérünk téged, hallgass meg! Hívd szolgálatodra ifjakat, akik teljes önátadással készségesen vállalják az evangéliumi magvetést. Kérünk téged, hallgass meg! Ajándékozz új szenteket egyházadnak, akik önfeláldozó szeretettel mutatják az utat feléd. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj tanulékony lelkületet nekünk, hogy megértsük indítatásaidat, és kövessük tanításodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Erősítsd akaratunkat, hogy hűséges kitartással egykor eljuthassunk országod dicsőségébe. Kérünk téged, hallgass meg minket! Erősítsd meg kegyelmedben és a szeretett szolgálatban Katalin testvéreinket, akik a nap szentjében ma védőszentjüket tisztelik, és így névnapjukat ünneplik. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, Te a szentekben, különösen a vértanúkban olyan csodálatos példaképeket adtál, akik életükkel mutatják az utat. Kérünk Szent Katalin közbenjárására, adj bölcs és vonzó szenteket egyházadnak, hogy útmutatásukkal egyre jobban szeressünk Téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Folytatjuk a mise énekünket, a 226-os éneket a felajánlási verszakokkal. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú ünnepén felajánlunk neked, fogadd el olyan szívesen, ahogy elfogadtad az ő vértanúságának áldozatát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Katalin hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet,
és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Úró Istenő, dicsőség örökké a mennyei Krisztus küldött, hosszana a magasságban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte majd, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem érsz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, alexandriai Szent Katalinnal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben,
földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, az elhunyt lelkipásztorokról, a templomunkban nyugvó hívekről, mindazokról, akikért novemberi szentmiséinket fölajánljuk, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott, majd reményünk szerint velük együtt, mi is dicsőségedben örökre részesülünk. Amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten áldjon, te tesz
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondtam, és megőrül az életem. Most pedig testvéreim a 126-os éneket énekeljük. Most a lelki áldozás imájával gondoljunk azokra a testvéreinkre, kik szeretnék szívükbe fogadni kegyelmi módon az Úr Jézus látogatását, és otthonaikban most velünk imádkoznak.
Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te alexandriai Szent Katalinnak a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a szent szűzek mindig a legfőbb példaképre, a boldogságos szűzanyára tekintettek, a mindenkor szűz Máriára, akit most mi is majd az angyal szavával köszöntünk a befejező énekünkkel, a 196-os ének első és második versszakával. Most pedig mindnyájatok életére a jelenlévő gazdagréti testvéreim, az Apostol TV, a Hegyvidék TV kedves nézői életére, Katalin testvéreinkre a Jóisten bő áldását kérem. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Ne feledjük, hogy ma az Erzsébet híd melletti alexandriai Szent Katalin, a Tabáni templom búcsúja van, Esperes kerületünkben imádkozzunk Sándor atyáért és az ott szolgáló hívekért, ki teheti este 4-8-kor vegyen részt a Szent Misén ott is. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk,